Köszöntök mindenkit itt a Fehérvár Televízióban. Közeledik az évvége, és évvége kapcsán mindig értékeljük az évet, akár otthon magánemberként, akár pedig természetesen országgyűlési képviselőként. Így teszünk ezzel itt a Fehérvár Televízióban. Vendégem a stúdióban Varga Tamás országgyűlési képviselő, illetve polgári hírszerzését felelős államtitkár, akit köszöntök nagy-nagy szeretettel. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a nézőket én is. Ha van mit megbeszélni. 2020 azért az rengeteg kívást tartogatott mindenki számára, akár magánemberként, akár pedig országgyűlési képviselőként, vagy éppen államtitkárként. Olyan, tényleg mondhatjuk, a szürreális dolgok történtek világszinten, országos vagy egyéni szinten, amire a legvadabb álmainkban sem számítottunk volna. Nagyon sok dolog, amiről beszélnünk kell, akár ugye a nagyvilág kapcsán, akár pedig Székesfehérvár kapcsán, és pozitív dolgokat is természetesen fogunk említeni a műsorban, mert rengeteg pozitív dolog történt. Kezdjük először akkor globális témával, utána pedig ugye akkor fehérvári témákkal itt a Fehérvár Televízióban. Ugye először is a Covidról beszélünk. Ugye előző év, illetve eme év elején, előző év végén 2019-ben lehetett sejteni már, hogy valami van, ugye a kínai, a wuhani hírek kapcsán onnan elindult ez a dolog. Sejtettük is, hogy átterjed ide, meg ugye világszinten érint majd mindenki, de hogy ennyire, meg hogy ennyi kívást tartogat ez, azért az nem biztos, hogy gondoltuk volna. Igen, nem számítottunk rá. A wuhani híreket hallva még arra gondoltunk, hogy az nagyon-nagyon messze van, egy a föld golyó másik oldalán, és hát biztos nem terjed ide. Mi a külügyminisztériumban büszkék vagyunk arra, hogy a hozzánk tartozó polgári hírszerzést, amely az információs hivatal végzi, ez a szolgálat hivatalos neve volt az első, amely Magyarországon januárban jelezte, hogy a vírus közeledik, és át fog érkezni Európába, és aztán ez meg is történt, először Olaszországba, és aztán emlékszünk az első hullámra, hirtelen egész Európában elterjedt, aztán kicsit fellélegeztünk, majd jött a második hullám, és azt érzékeljük, ha visszatekintünk, hogy a tavaszi talán egy kicsit enyhébb volt, ez az őszi második hullám már egy kicsit durvább, drasztikusabb, erősebb, és érkeznek Nagy-Britanniából, Németországból a hírek, hogy talán egy új vírustörzs is felütötte a fejét, amely még agresszívabb, még inkább fertőző, úgyhogy nagyon várjuk a hatalmas nagy kutató cégek eredményeit, ugye elsősorban a Pfizer-BioNTech vakcináját, oltóanyagát, hiszen az egy magyar hölgy alapkutatásaiból nőtt ki, és erre magyarként is büszkék lehetünk. Kevesen is tudtuk, vagy kevesen is tudták szerintem. Most olvastam felvétel előtt egyébként, hogy állítólag a kutatók 6 hét alatt erre az új vírusra is, a mutánsra is ki tudnak fejleszteni valami vakcina, ami az ellen is jó és hatásos. Megvan már a rutin, ugye nagyon gyorsan kellett fejleszteni. Hihetetlen egyébként az összefogás a világban, amit a tudósok is most tanúsítottak. Ezt mindenképpen jól látni, tehát a baj van, akkor azért megvan az összefogás szerencsére. Igen, reméljük, hogy megszerezték azt a rutint a fejlesztés során, amivel gyorsan tudnak új vakcinát, vagy egy kicsit más vakcinát fejleszteni. Az új, és hát ezek szerint talán megjelenik majd még mindig időről időre újabb és újabb vírustörzs. Igen, ahogy látjuk, sajnos ugye mutatja ez a példa. Ugye nyilván a gazdasági részre kicsit ráterelve, elképesztő módon igénybe veszi az ország gazdaságát, viszont ha nem lenne stabil gazdaság, egy fegyelmezett gazdaságpolitika, akkor ismételten mondhatjuk azt mindenféle túlzás nélkül, hogy tétre kényszerítette volna, mint annó ugye a világválság Magyarországot. Hát igen, egy dolgot nagyon fontos tudnunk és látnunk, hogy az országot egészen más állapotban érte el a 2008-as válság, a 2002-2010 között uralkodó kormányok önmaguk, már saját maguk egy olyan válságot teremtettek ebben az országban, hogy egy rettenetesen gyenge állapotban lévő gazdaságra csapott le a világválság. Most pedig 2010 óta sikerült közösen a magyar emberekkel felépíteni egy olyan erős gazdaságot, amely úgy tűnik, hogy állja a próbát. Természetesen vannak szektorok, amelyek többet szenvednek ebben az időben, hiszen az éttermek, a hotelek, a panziók, a vendéglátás, a turizmus áll, nem repülnek a repülők, akkor az ezzel foglalkozó cégek és vállalatok nehéz helyzetbe kerülnek, de láthatjuk, hogy a magyar kormány meghozta azokat a döntéseket, amivel ezeket a szektorokat is segítheti, és akik pedig
dolgoznak és tudnak dolgozni. Ez is egy büszkeség, hogy a külgazdasági és külügyminisztérium, a mi minisztériumunk olyan versenyképességet növelő támogatásokat dolgozott ki, és kínál a HIPÁN keresztül a kis, közepes és nagy vállalatoknak is, amivel beruházhatnak, fejleszthetnek. Sikerült az Európai Unióval végig tárgyalni és megegyezni, hogy azt a bizonyos 800 eurós limitet, határt, plafont átléphessük, és adhassuk a támogatásokat, és itt Fehérváron azt hiszem mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy a Köfémtől a Videótonon keresztül a Denzóig a nagyvállalatok és a sok-sok kicsi is, akikkel az év során találkoztunk és átadhattuk a Fehérép, a Fevit, a támogatásokat miniszter úrral, éltek a lehetőséggel, nem siránkoztak, nem azon sajnálkoztak, hogy most rettetes helyzetbe kerültünk, hanem elfogadták a lehetőséget, éltek a lehetőséggel. Egyetlen kérésünk volt, hogy a munkaerőt meg kell tartani, és ezt mindenki vállalta is, és most legutóbb a Videótod nem csak hogy vállalta, mint egy majd 2000 munkavállaló megtartását, hanem 56 új munkahelyet is teremtett, amit köszönjük szépen ezeknek a cégeknek és vállalatoknak, itt Fehérváron büszkék vagyunk rájuk. Igen, ebben a helyzetben mindenképpen nagy dolog, beszélünk még erről a beszélgetés folyamán, amikor fehérvári örömtelibb témákról tudunk beszélni. Ám bár ez is örömteli, hiszen ugye a vakcina már tényleg itt van, az újra is állítólag meg lesz a vakcina, tehát remélhetőleg tényleg ez is majd a vidám témák közé fog tartozni valamikor a jövőben. Ami még fontos, hogy egy másik fajta COVID, mondjuk így, a migráció, ami ellen szintén folyik a küzdelem, ám bár most ugye a hangsúly a COVID miatt elterelődött, de hát itt is egy nagyon komoly munka folyik. Nem szabad azt gondolnunk, hogy azért, mert a járvány eluralta ennek az évnek a mindennapjait, megszűnt a migráció. Egy nagyon kényes egyensúly, egy Európai Unió és Törökország közötti megállapodás kényes egyensúlya tartja fenn azt az állapotot, hogy azért a migránsok természetesen érkeznek, de ha az óvatos becslések szerint Törökországban, a menekültáborokban lévő mintegy 3 millió migráns hirtelen egyszerre megindul, az borzasztó katasztrófa lenne Európa számára. Mi magyarok 2010 óta azt hiszem a legfontosabb és legjobb döntéseket meghoztuk, a határainkat megvédjük, felépítettük a kerítést, folyamatosan járőröznek rendőreink, katonáink, köszönjük nekik. Hát most már lassan több mint 5 éve tartó folyamatos szolgálatokat nélküle nem tudnánk a határt ilyen hatékonyan megvédeni. Igen, nagyon fontos dolog volt, hogy a kerítés. Látjuk azon országokat, ugye, akik tártkarokkal fogadták a migránsokat. Ugye a munkaerő kitöltés szempontjából azt kommunikálták, hogy munkaerő hiány van, ők viszont majd elvégzik ezt a munkát. Ezzel szemben Magyarország ugye azt mondja, hogy inkább akkor magyar emberekkel végeztessék el azt a munkát. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. A másik pedig az ugye, hát a beilleszkedés sem sikerült azért annyira ezeknek az embereknek, a migránsoknak, hiszen ugye mondják, hogy egy párhuzamos társadalmat alakítanak, és képtelenek ebbe az európai civilizációba ők integrálódni. Igen, nem is végzik el azt a munkát. Tehát egyszerűen nem volt szándékuk arra, hogy azokat a munkahelyeket betöltsék, amire gondoltak például Németországban, vagy más országban, Hollandiában, Belgiumban, hogy majd a migránsok, a bevándorlók, akkor ezeket a nekik felajánlott munkákat elvállalják. És a beilleszkedésről sem volt szó, nem is kívántak, nem is akartak beilleszkedni. Tisztelet a kivételnek, valóban kialakultak olyan Belgiumban, Németországban és Franciaországban angolul no-go zónnak nevezett, soha nem menj oda és nem erészelj bemenni, mert az életeddel játszol. Igen, az életeddel játszol, a belga, francia, holland rendőr sem mer bemenni. Nem is volt szándékuk ezeknek az embereknek, hogy beilleszkedjenek, hogy megtanulják a nyelvet, hogy munkát vállaljanak, és valóban mi azt gondoljuk, hogy az erőforrás az mi magunk, mi magyarok, Magyarország. És ezért építettünk fel egy olyan családpolitikát, egy olyan családtámogatási rendszert, aminek ebben a nehéz évben is látszanak az eredményei a születésszámban, a házasságkötésben, és azt gondoljuk, hogy ez a jövő. Egyszerűen mindenki
ha csak a saját otthonára gondol, és egy család lakik egy házban, ők is azzal szeretnének, azokkal az emberekkel szeretnének együtt élni, akikkel szeretnének, ez egy ország esetében is azt gondolom, hogy így van, azokkal szeretnénk együtt élni, akikkel mi gondoljuk, hogy szeretnénk, és ebben szerencsére szövetségeseink is vannak, és nem csak a visegrádi négyek országa, amely egy nagyon szoros szövetség, és egy nagyon komoly erő, ezt láthattuk itt a vétó idején. Igen. Is, hogy Lengyelországgal szövetségben, de kiálltak mellettünk a szlovákok és a csehek és a szlovének is, és úgy gondolták, hogy igazunk van abban, hogy valami megfoghatatlan jogállamisági követelményrendszert, amit senki nem tudott definiálni, és egyébként, ha megnézzük az Európai Unió országait, maga az államberendezkedés, ez a rule of law-nak nevezett valami, ez mindenhol más. Van, ahol van alkotmánybíróság, van, ahol nincs, van, ahol közvetlenül a kormányfő irányítja és felügyeli az ügyészséget. Tehát nagyon nehéz összehasonlítani ezeket az országokat, és nagyon nehéz egy ilyen pontos kritériumrendszert felállítani. A pénzügyi dolgok azok pedig, hát számok, és a számok azok magas dolgok, tények, tehát sem az Európai Unió rendes 7 éves költségvetését, sem pedig az úgynevezett Recovery Fund, az újjáépítési alapot nem lehet összekeverni, és nem lehet ehhez kötni. És azt gondolom, hogy ez olyan erőforrás, mint a 7 éves, mint pedig az újjáépítési alap nekünk magyaroknak, amelyel élnünk kell, és ez ér talán abban a vitában is, amit itt kialakult, hogy most az iparűzési adó csökkentésével az önkormányzatokat tennénk tönkre. Nem, a másik oldalát kell nézni. Én mindig azt vallottam, hogy nézzük a másik oldalról, nézzük egy más irányból. Ha ezek a cégek kevesebb iparűzési adót fizetnek, 2% helyett 1%-ot itt Fehérváron, akkor az segít nekik abban, hogy túléljék ezt a gazdasági visszaesést, válságot, amibe ők kerültek, mindenki más mértékben természetesen, és megmaradnak a munkahelyek, megmaradnak a fehérvári munkahelyek, esetleg újak is termelődnek, és ha az önkormányzat a működési költségeiből kell, hogy vagy a működési költségei tekintetében szenved veszteséget a kevesebb beérkező iparűzési adó miatt, az állam ott fog állni, és nyilván segíteni fog. A fejlesztések tekintetében pedig itt van a 7 éves Európai Uniós költségvetés, a Recovery Fund több mint 15 ezer milliárd forintról beszélünk a következő 7, illetve 2-3 évben, és ezek a fejlesztések ide fognak érkezni hozzánk Magyarországra, és hozzánk Székesfehérvárra, és itt év végén még nem mondhatjuk ki, hogy miben segít még a magyar kormány rajtunk fehérváriakon, de a döntés már megszületett, de csak akkor szoktuk elárulni, amikor a magyar közlönyben ez megjelenik, de a napokban meg fog jelenni, és örömmel el fogjuk mondani a fehérváriaknak, hogy milyen több milliárd forintos forrás érkezik még itt év végén. Hanem is a karácsonyi fa alá ajándékként, de ha két ünnep között érkezik, azt gondolom, akkor is boldogok leszünk. Így van. Fehérvárt említettük, akkor most folytassuk fehérvári témákkal. Rengeteg dolog valósult meg 2020-as esztendőben. Kezdődött el, meg ami ugye átível majd a következő esztendőre is, meg 2022-re fejeződik, vagy a rendházra gondolok először is. Igen, hát a rendház volt még a Covid idő előtti nagy izgalom, hogy megszületik-e a döntés, illetve a döntés papírra kerül-e magyar közlöny formájában. És ez az utolsó pillanatban sok-sok egyeztetés és belügyminisztérium, pénzügyminisztérium, országgyűlési képviselő rengeteg egyeztetés sem volt, amin próbáltam mindig egy picit ezt az ügyet a végső megoldás felé lögdösni, ebben voltak természetesen
társak és partnerek, és köszönöm nekik az együttműködést, hogy az utolsó pillanatban, de miniszterelnök úr aláírta, megjelent a közlönyben, és elindulhatott az 5,5 milliárd forintos beruházás, és köszönöm a fehérváriak türelmét, hogy a főutcán és az Oskola utcában elviselik ezt a néhány hónapot, hogy 22-ben egy olyan múzeumban nyílhasson meg a Királyok és Szentek az Árpádok művét bemutató kiállítás, amely valóban 21. századi színvonalú, fejlettségű, technikájú, gyönyörű szép múzeum lesz. Igen, meg ugye országos hírű, illetve még eddig is az volt, de nyilván ugye ez még rá pakol egy lapát, tehát idegenforgalom kapcsán is azért ez egy... Igen, ez egy országos kiállítás lesz, természetesen külföldre is szeretnénk üzenni, hogy egy 1000 éves ország vagyunk, egy 1000 éves múlttal, több mint 1000 éves múlttal is, és Szent István után királyaink milyen művet tettek le az asztalra. A mi múzeumunk, a Szent István Király Múzeum, a Nemzeti Múzeummal összefogásban fogja ezt a kiállítást bemutatni. Hogyha már erről beszéltünk, ugye ikonikus épület, és most már kérdés is a Köztársaság mozinak a sorsa, hogy arról is érdemes beszélni. Igen, hát a Köztársaság mozi sokunknak a régi szerelmek lábnyoma. Igen. Ez volt az egyik mozi, a másik volt a Petőfi. A Petőfi mozi, a Petőfi kultúrtanszék néven szolgálja már a fehérvári fiatalokat. A Köztársaság mozinak pedig egy új funkciót tudtunk találni, ez lesz a bazilika történeti kiállító hely, ahol a bazilika megmaradt köveit tudjuk méltó módon bemutatni, és talán a bazilika kapujának illő rekonstrukciójával megmutatni ennek a templomnak a fantasztikus nagyságát, grandiozitását, hiszen ez a maga korában Európa egyik legnagyobb temploma volt a Nemzeti Emlékhelyen, nekünk Fehérvárnak a romkertben. És ma csak sajnos a romjai láthatók, és nem látható, és nem érzékelhető a templom nagysága. Ez a munka látható lesz, eddig a háttérben dolgoztunk, hogy megvalósuljon, de sikerült a kormánytól a plusz forrást megszerezni, és januárban munkaterület átadással kezdődhet a Köztársaság mozé felújítása is. Itt is fogjuk kérni a fehérváriak türelmét, mert minden építkezés kisebb-nagyobb lezárással jár, de a várkodott forgalma változatlanul folyhat majd. Ez nagyon fontos lesz, ugye mondjuk nevezzük, hogy a Romkert 2, hiszen megmutatjuk tényleg a grandiozitását ennek az elképesztő nagy templomnak koronázó bazilikának. Ugye eddig is úgy látom büszkék a fehérváriak, hogy fehérváriak, de ez talán még erre a büszkeségre rá is pakol egy lapát, hogy tényleg akkor látják test közelben, hogy úristen, micsoda elképesztő épület volt ez. Igen, amikor én 2010-ben országgyűlési képviselő és megyei elnök lettem, a Fehér megyei közgyűlés elnök, és akkor még a Fehér megyei közgyűlés önkormányzat volt a múzeum fenntartója, és az egyik első kérdés volt, hogy és akkor mi lesz a nemzeti emlékhelyel. Én akkor úgy fogalmaztam, hogy úgy kell dolgoznunk, és úgy kell lassan lépnünk előre nemzeti emlékhely megvalósítása ügyében felé, hogy felkeltsük a fehérváriakban és minden magyar emberben a vágyat, hogy itt legyen valami, hogy ne csak a romokat láthassuk, és ne csak egy valami értelmezhetetlen rom legyen, amire lenézünk, hanem legyen valami, amire majd felnézünk. Ennek része ez a bazilika történeti kiállító hely, ahol láthatjuk majd azt a nagyságot, ami ez a templom volt. Kíváncsian várjuk ezt is. Történtek ugye, mondtuk már 2020-ban, nagyon-nagyon sok fejlesztő, nagyon sok pozitív dolog a városban, úgy palotavárosi tavakra gondolok, hogy micsoda megújulás ment ott végbe. Igen, az is egy nekem személyesen nagy öröm, hogy ez megvalósult a gyermekeim, amikor kicsik voltak, sokat bicikliztünk, ott sétáltunk a tavak körül, és nem is értettem a fehérvári baloldal vágyait, hogy miért kell Covid-járvány idején szabadidő és élményparkot építeni, miért nem költjük a pénzt másra, hát hiszen pont erre költöttük el jól a forrást, hiszen egy szabadidő park jött létre, ahol lehet biciklizni, lehet edzeni, a gyerekek tudnak játszani, tudnak várra mászni, lehet sétálni,
lesz majd, ha vége lesz a Covidnak, és lehet majd rendezvényeket szervezni, lesz rendezvénytér. Hát pont most, amikor belennénk zárva a maradj otthoni egyében a lakásba, mehetnek a palotavárosiak sétálhatnak, kellő távolságot lehet tartani, és gyönyörű, nem csak a tavak, hanem a környezete is gyönyörű szépen megújult, és ezzel párhuzamosan, ugye mint egy 20 000 fa elültetésével, a Fehérvár tüdeje program is halad tovább, és egyre több és több zöld felület, terület válik majd a közkincsé. Ez is nagyon fontos. Tényleg fehérváriként is azt gondolom, akik elég sokat vagy gyakran járunk arra, elképesztő nagy változás, de tényleg, aki mondjuk pár éve nem volt Fehérváron, és mondjuk jön Fehérvárra, akár a tavak, akár pedig nagyon sok mindenes fehérvári dolog, tényleg is sokként, jó értelemben vett sokként hatra, hogy micsoda változás történt itt Fehérváron, de hallom rengetegen, akik palotavárosban élnek, meg akik nem, ők is oda látogatnak, mert lehet nyugdíjba futni, lehet pecázni, a gyerekek ott kibontakozhatnak, tényleg ott a nagyszülők is nyugodtan elhetnek, lehet edzeni, erősíteni, ugye aztán a mellékhelyiségek nagyon-nagyon fontos, az is egy tényleg megoldandó feladat volt, és most sikerült ismételten megoldani. Igen. Nagyon nagy összefogás és nagyon nagy munka, ami ebben benne van, rengeteg ember keze munkája, rengeteg pénz. Nagyon fontos, hogy azért vigyázzunk ezekre a dolgokra. Hát vigyáznunk is kell rá, és hogyha említette a nagyszülőket, ez egy fantasztikus lehetőség most a Covid idején, hogy úgy találkozzanak nagyszülők, dédszülők gyerekekkel, unokákkal, dédunokákkal, hogy nem egy lakásban bezárva egymás közelében, hanem a kellő távolságot megtartva, de mégis tudnak egy-két órán keresztül együtt lenni. Igen. És találkozni nagyszülők, dédszülők a gyerekekkel, unokákkal. Úgyhogy ezt is szolgálja ez az élménypark, és kívánom a palotavárosiaknak, hogy vegyék birtokba, és bízom benne, hogy örülni fognak nekik. Egy város ugye csak úgy lehet erős, hogyha van egy erős közössége, ugye ez a fejlesztés is. Tényleg, ahogy szoktuk mondani, rengetegszer itt a városban nagyon komoly közösség, fejlesztő közösség kovácsoló erővel rendelkezik. Igen, azt a Covid járvány idején is érzékelhettük és tapasztalhattuk, hogy ez egy erős és összetartó közösség. Megtartottuk közösen azokat az előírásokat, azokat a szabályokat, amelyeket az operatív törzs szakemberek, a járványügyi szakemberek úgy gondoltak, hogy segíthet abban, hogy a járvány görbét ellaposítsuk, ahogy ezt a Müller Cecília, a főorvosasszony szokta fogalmazni, akire szintén büszkék vagyunk és köszönjük munkáját, mert félig meddig fehérvárinak tartjuk és tekintjük, és azt hiszem ő is saját magát, hiszen dolgoztunk együtt itt Székesfehérváron. És ebben a néhány utolsó napban, holnap szentestén megszűnik a kijárási korlátozás, ami azért fontos, mert a családok tudnak találkozni, tudnak együtt karácsonyozni, ha csak szűk körben is, ugye 10 fő és a gyerekek találkozhatnak, nyugodtan, minden félelem nélkül hazamehetnek, nem kell 8 órára hazaérni. De másnap reggel visszatér a korlátozás. Én azt kérem minden fehérváritól, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, lehetőség szerint ne éljünk vissza. Igen. Ezzel az egynapos könnyítéssel, mert nem vagyunk túl még a nehezén, de az a reményünk szenteste is, és karácsony első és második napján, hogy megérkezhet az oltóanyag és az első adagot a frontvonalban küzdők, az egészségügyben dolgozók, ápolók, orvosok, mentősök megkaphatják, és ezzel is köszönjük az ő fantasztikus helytállásukat és munkájukat ebben a nem rövid, hanem igen, ilyen hosszú járványidőszakban. Fehérváron, hogy járunk elük, ugye látjuk, hogy rengeteg épület is megszépül. Elég sokat járok az Arany János Általános Iskola felé, tényleg gyönyörű lesz, elképesztő, nagyon-nagyon ráfér már a felújítás. Kodály iskola kapcsán is ugye vannak jó hírek, erről is beszéljünk azért. Igen, örömmel jelenthettük be, hogy a Kodály Zoltán Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Intézmény, nem rövid nevű. Igen. A Kodály, nekünk fehérváriak a Kodály megújulhat. Nagyon fontos, hogy mivel művészeti iskola, egy kórusterem épül, beépül a tetőtér kis csoportos foglalkozások számára is nyílik lehetőség, és egy táncteremmel is bővül a sport
létesítmény, mind a sportlétesítmény, mind belül, mind kívül az udvaron meg fog újulni. Többi 890 millió forintot kaptunk erre a magyar kormánytól, amit ezúton is köszönünk, és köszönjük szépen a magyar kormány figyelmét és támogatását, hogy figyelnek ránk, székesfehérváriakra, és értékelik, és megbecsülik azt a munkát, amit közösen végzünk a fehérváriakkal. Említettük, hogy a palotaarosítóban lehet sportolni, ami is nagyon nagy törekvés, kormányzati szinten is, meg városi szinten is, hogy legyenek olyan sportparkok, amelyek hát a fehérváriak egészségét, a prevenciót szolgálják. Ugye nem is olyan régen, például már itt tartunk, hogy a Halesz Parkban is úgy átadták az 1 km/4 méter, hogyha jól emlékszem, futópályát, amit szintén rengetegen használnak szerencsére. Igen, a Halesz Park is az egyik büszkeségünk, a Túrózsáki út, a város másik végén, a Palotavárosnak ezen a végén. Fontos számunkra a sport, a sportolás támogatása, nem csak a csapatainkra, a hoki csapatra, amely most újabb győzelmet aratott, és évvégén szerzett nekünk újabb örömet, és az is öröm és büszkeség számomra, hogy a magam eszközeivel segítem ennek a csapatnak az utazását, hiszen ez utazással jár, és segíthetünk abban külügyminisztériumként, hogy a csapat kiutazhasson, a vendégcsapatok megérkezhessenek, biztonságban lejátszhassák a mérkőzést, és ha győz a hoki csapat, az külön öröm. De a többi profi sportolónkra is büszkék vagyunk, de emellett szeretnénk, hogyha minden fehérvári élne azzal a lehetőséggel, azzal a szabadidős és sportolási lehetőséggel, amit itt az elmúlt években teremtettünk. Ugye egy ilyen évértékelő műsorban azért hát nem csak az évet nézzük át, akarva-akaratlan kitekintünk a következő esztendőre, és már ennek az évnek a tudatában meg sem tudom kérdezni, hogy mit lehet jósolni 2021-re, mert ugye 2019-ben gondoltuk, hogy lesz egy jobb 2020-as év, tehát így már azért tényleg az ember félbe kérdezi meg, de mi az, amit mondjuk tudunk vagy tudnánk prognosztizálni, vagy hogy képzeljük el mondjuk Fehérvár meg az ország szempontjából 2021-et? Hát folytatjuk a megkezdett fejlesztéseket. Természetesen az Árpádház program keretében még nagyon fontos 2022-re az Aranybulla kiadásának 800. évfordulójára készülünk, az Aranybulla, csúcsos hegyi Aranybulla fejlesztésével. Erre is megkaptuk a forrást. Nagyon fontos fejlesztés, amiben mi fehérváriak jól állunk, az intermodális csomópontok fejlesztése, amiben talán legelőrébb Székesfehérvár jár. Ez nagyon fontos lesz abból a szempontból, hogy összekötjük a vasúti csomópontot az autóbusz csomóponttal, és sokkal könnyebbé, egyszerűbbé válik az átszállás, és ahol nem lehet eljutni vasúttal, oda el lehet jutni busszal, és a busszal vissza vasútra szállni, és tovább, azt hiszem 160 milliárd forintot költött a magyar kormány a Budapest-Székesfehérvár vasútvonal felépítésére. Hosszú-hosszú távú terv az M81-es fejlesztése, ami egy kétszer-két sávos útként lehetővé teszi, hogy az elkerülő útba csatlakozzon be ez a Mór felől érkező út. Itt voltak hangok és voltak kérdések, hogy és akkor mi lesz, akkor Iszka-Szentgyörgy és Moha viseli majd azt a terhet, amit Fehérvár kikerül. Nem, egy olyan megvalósíthatósági tanulmány készül, amely természetesen a mohaiak és az Iszka-Szentgyörgyiek érdekeit is figyelembe veszi, hiszen ők is nyugalmat szeretnék, könnyen el lehetne hozzájuk is jutni, de szeretnék, hogy nyugalmat. Van egy kiváló országgyűlési képviselő, Törő Gábor személyében, aki azt gondolom, hogy képviselni fogja a mohaiak és Iszka-Szentgyörgyiek érdekét. Ebben nincsen kijelölt nyomvonal, a megvalósíthatósági tanulmány azt jelenti, hogy a szakemberek dolgoznak, alternatívákat fognak kínálni, de nekünk fehérváriaknak nagyon fontos lesz, hogy a megkerülő úton egy negyedik lehajtóként az M7-esre el lehet jutni, és ez is ugye a forgalom, az M7-esről érkező forgalom nem az Osan csomópontnál érkezik majd be
Fehérvárra, és azok, akik nem kívánnak bejönni, már mindenkit mindig szeretettel várunk, hogy Fehérvárra látogasson, el tudják kerülni a várost, de emellett dolgozunk, és megvan a kormánydöntés, megvan a forrás, hogy ezt a bizonyos Osan körforgalmat, ami nem egy, hanem kettő, az elkövetkezendő időben, rövid távon fejlesszük, hogy nagyobb legyen az áteresztő képessége, és így segítse az M7-esről az érkezők lejutását, hiszen láthatjuk, ha Fehérvárra Budapestről érkezünk, hogy milyen hosszú sor áll. Ez is egy nagy eredmény ennek az évnek, azt hiszem. Bármennyire szürreális volt 2020, azért történtek nagyon-nagyon jó dolgok, és történnek majd a jövőben is nagyon jó dolgok. Én köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen, és áldott békés karácsonyt kívánok, Székesfehérvár. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk az ünnepi beszélgetésekben.